Egy ismerős arc is feltűnt a DVTK arénában megrendezett akadémiák viadalán. A klubunknál nevelkedett Vancák Vilmos először vett részt a megméretetésen, és örült, hogy hazatérhetett. Eddig mindig úgy közben jött valami, mindig ugye a felnőtt csapatnak a programjával ugye ütközött. És most nagyon örülök, hogy ide tudtam jönni, és el tudtam jönni, és úgy itt vagyok. A legfontosabb, hogy tényleg, hogy itt összejöttünk, tényleg találkozok a régi fotistatársakkal, kollégákkal, úgyhogy tényleg nagyon jó felidézni a régi történeteket. Nem csak Vancák Vilmos vett részt a tornán első alkalommal, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség csapatát erősítő Csizmadia Csaba is, akinek a gólszerzés is összejött. Azért is már előfordul, hogy a háttér is előre kerül. Próbálom befejezni, de természetesen hátul kellett volna helyt állni. Nagyon mérges vagyok, most kikaptunk egy olyan mérkőzésen, amit simán meg kellett volna nyerni. Megmondom őszintén, nagyon jól érzem magam. Azt gondolom, csodálatos körülmények között rendezik ezt a kispályás tornát, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Kuznyecov Szergely pedig a tavalyi akadémiák viadala után az idén is erősítette a DVTK csapatát. Érezhetően nagy kedvel játszott a mérkőzéseken. A futball az mindenem, és szeretek futballozni. És ez nagyon jó alkalom, nem csak a játékra, hanem a nagyon sok régi ismerőssel találkozni. És hiába már úgymond öreg fők vagyunk, de mégis mindenki belerakja magát, mindenki szeretne nyerni, senki nem akar veszíteni. Szóval ezek ilyen pozitív pillanatok, és én tényleg élvezem ezt a játékot. Örülök, hogy évközben már több csapat is ezzel a kérdéssel áll elő, már nyáron, hogy lesz télen viadalom, persze, hogy lesz. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most már hagyományőrzésről beszéltünk ebben a tekintetben. Az akadémiák viadalát harmadik alkalommal rendezte meg a DVTK Labdarúgó Sportakadémia 12 csapat részvételével. Ugye a 10 államilag elismert akadémia a főszereplője ennek a rendezvénynek, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve a mi partnerklubjaink által kialakított regionális válogatott, és nyilván ugye mondanám, hogy nem az eredmény a fontos, ezt az előző évben is mindig elmondtam, de ugye a torna meghozott olyan, mert nyilván fontos az eredmény, ugye mindenki a futballban dolgozik, de mellette nagyon jók azok a kapcsolatépítő beszélgetések, amik ugye körbefonják ezt az eseményt, illetve a nagyon jó hangulatú záró vacsora a diátadó konferenciával együtt, ez mindig egy ilyen üdeszélfotja ennek az évet lezáró eseménynek. A résztvevők pedig emellett szakmázhatnak is egy kicsit. Az akadémiák viadala nagyszerűen szolgálja azt a célt is, hogy az edzők ugye a kemény menet után, egy kemény őszi szezon után le tudnak ülni, barátian beszélgetni, eszmecseréket futtatni, szakmailag elbeszélgetni, átjutatni a dolgokat. És ugye itt nem csak a saját kollégáikkal ülnek le a sportszakemberek, hanem ugye más egyesületek kollégáival is, akikkel nem feltétlen van meg lehetőség erre a évközben személyesen ilyen beszélgetéseket folytassanak. Megosztjuk egymással a tapasztalatokat, úgyhogy az nagyon fontos. Én is szeretem meghallgatni más kollégáknak a tapasztalatát. Nyilván én még csak most kezdtem ezt a szakmát, mint vezetőedző, úgyhogy próbálok mindenkit elesni. Minél több dolgot. Ráadásul a régi csapattársak, avagy ellenfelek is nosztalgiázhattak egyet. Pont a régi ismerősökhöz tartoznak, mint a Lisztes Krisztián, a Keller Józsa, azok, akik a Fradiba játszottam, hogy egymás ellen játszottunk sok srácunk kenesei. Szóval ez persze nagyon jó alkalom, hogy újra tudunk pár szót váltani, és kérdezni egymás, hogy hogy vagyunk. Azért játszunk, hogy tényleg minél jobb eredményt érjünk el, de nem is az eredmény fontos, én azt gondolom a részvétel, hiszen nagyon sok csapat van, azt gondolom ilyenkor tényleg kialakulnak azok a párbeszédek egymás között, amivel akár egymást fejleszteni tudjuk a futballba, vagy akár a barátságba. A harmadik akadémiák viadalát végül a Ferencváros nyerte meg, míg a DVTK az ötödik helyen végzett. A gólkirály pedig Kuznyecov Szergely lett.